Szép napot, Bánfalvi Eszter! A következő néhány percben egy rövid bemutatót láthatnak, melynek során megismerkedhetnek társulatunkkal és előadásainkkal. Situated on the South Pest bank of the River Danube, this is the most recent and also the most peculiar theater complex in Budapest. The government chose an area far from the city center. The intention was that this area should become a new cultural hub for the city. The construction of the National Theater began on September 14, 2000, and was completed in a little over 15 months. The artists were able to take possession of the building on January 2, 2002, when rehearsals began for the inaugural performance on March 15th. The capacity of the auditorium is 619 for the main hall, 200 for the Gabi Hilda studio, and 100 for the Kazaa Shatila studio. The performance space of the main theater is a real moving stage, with 72 points where it can be raised or lowered. It is unique in Europe. The studio stage is a black space which can flexibly be altered as necessary. The preparation of plays is served by three rehearsal rooms that accompany the stages. The square in front of the main entrance ends in a ship, towering above a pool of water, in which there is a fragment of a stone facade with a torch, the evocation of the National Theater, which used to stand on Blaha Luisa Square until 1965. On the lawn around, there are scattered sculptures of great actors from the second half of the 20th century. Én életemben először a Nemzeti Színpadára léptem föl, és úgy gondolom, hogy a Nemzeti Színház színpadáról fogok lelépni utoljára. A Nemzeti Színház egy olyan hely, ahol az embernek belenéznek a szemébe. Nem csak a folyosón, hanem a színpadon is. Nekem azt tetszik a Nemzeti Színházban, hogy úgy dolgozunk benne, mint egy nagy család, premierről premierre és előadásról előadásra. A sokszínű és folyton változó kultúra színtere, ami mindig nyitott valami újra, de megőrzi a maradandó értékeket is. Nekem a Nemzeti Színház nem az épületet jelenti, hanem azt, hogy kik dolgoznak benne és hogyan. Azt mondják, Amerikában minden színésznek előnye van, ha felszolgálói állásra jelentkezik. Nagyon örülök, hogy a Magyar Nemzeti Színház társulatának a tagja vagyok. Nekem a Nemzeti Színház egy olyan szellemi műhely, ahol fejlődhetek, és egy olyan közösség, ahol jó és érdemes lenni. Én 1957-ben ott kezdtem a pályámat, a Blaha Luisa téri Nemzeti Színházban, amit ugye felrobbantottam. Hosszas kalandozások évek után megérkeztem ide ebben a Nemzeti Színházban. És aztán most már itt is fogom befejezni. Nekem a Nemzeti Színház az azt jelenti, hogy van egy olyan intézmény, aminek a legfontosabb nemzeti értékeket kell képviselnie. Például az egyik ilyen érték a művészi szabadsághoz való abszolút jogot. A másik ilyen érték, hogy mint Nemzeti Színháznak képviselnie kell azt a fajta ízlést, ami nem provinciális és nem konzum. Fresh air. Alföldi Róbert 2008. július 1-e óta vezeti a színházat. Pályázatában egy nyitott szellemiségű, kíváncsiságot mutató és kíváncsiságot ébresztő színház megteremtését és működtetését vállalta. Fontos feladatunknak tartjuk a közönség minél szélesebb rétegű megszólítását, különös tekintettel a fiatalokra. Nézve. Törekszünk arra is, hogy a magyar színház művészet és kultúra hagyományait megőrizzük, de felfrissítsük és megújítsuk azt. Alapvető célunk, hogy a nemzeti, a nemzetközi színházi élet részese legyen. Emiatt minden évben meghívunk vendégjátékokat, vendégrendezőket, határon túli színházakat, képzőművészeti kiállításokat, felolvasó esteket tartunk, drámapályázatokat írunk ki, és klasszikus darabokat fordítatunk újra. Alföldi Róbert nemrégiben a Nemzeti Színház megújításáért megkapta
A főváros színházi díját és a színi kritikusok díját. Basszus. Szia! Hát mi van? És készen is vagyok. Nemzeti Színház szérum. Oltasd be magad hülyeség ellen. 1960-ban másodéves főiskolásként először szólaltam meg színpadon, történetesen a Blaha Lujza téri Nemzeti Színház színpadán. Nekem ez az a hely, ahol olyan szabadon dolgozok, amilyen szabadon élni szeretek. Én egy ideális nemzeti színházat tudok elképzelni, aminek irányába kéne haladni. Annak a színháznak, ahol a lehetőségekhez képest a legjobb színészek, a legjobb rendezők, a leghozzáértőbb alkalmazottak dolgoznak, amelyik színházat az állam a legjobban tud támogatni, és az összes világirodalmi, magyar irodalmi törekvéseket és a színház mindenfajta újítását kipróbálva a legjobb színházát tud vállalni. Szerintem a Nemzeti Színháznak az a dolga, hogy az a legfontosabb, hogy szakmailag az első legyen, hogy utat mutasson, hogy példakép legyen a többi színház, vagy az egész hazai kulturális élet számára, és nagyon fontos még, hogy amennyire tudja, őrizze a függetlenségét, és ne hagyja, hogy a politika beleártsa magát a dolgába. Szóval játsszuk azt, hogy a lelkében mindenki király, így tehát én is király vagyok. Igen. És hogyha én király vagyok, akkor a nemzeti az én fele királyságom. Nemzet színháza, lelke, hallgatóz föl a magasba, és le a gyökerekig, és mondd ki hangosan, vetítsd, és dobogd szét, amit a nép akar, és álmodik. A színház csapatmunka, ezért nekem itt is az a legfontosabb, hogy olyanokkal dolgozhatok együtt, akikben megbízom, akiket nagyra értékelek, sokukkal évtizedek óta együtt dolgozom. A fiatalok pedig tehetségesek és munkamániásak. Olyan munkát válasz az életben, amit szeretsz, hogy soha ne kelljen dolgoznod. Én itt nem dolgozom, mert élvezem azt, amit csinálok. Játszom. Idén magyar évadot tartunk a Nemzeti Színházban. Szám szerint 6 új bemutatónk van. Emellett műsoron tartunk 20 korábbi előadást is, amelyek között magyar és külföldi szerzők, klasszikus és kortárs művei is megtalálhatóak. Ezekből láthatnak most ízelítőt. Most három neves színházi szakember beszél arról, mit gondolnak a színházunkban folyó munkáról.
A Nemzetiben mindig, hogy mondjam, csak kíváncsian jön az ember. Azért kíváncsi, mert egy extravagáns művészember igazgatja, akinek a művészi hitvallása egyrészt nagyon széles, tágas, tehát nagyon sok minden belefér, olyan is, ami esetleg az én ízlésemben nem, de hát hiszen ezért jó a dolog. Másrészt pedig mindig a közönségért a közönségnek csinál valamit, mindig meg akarja nyerni a közönségét, mint minden valamire való művész. A színháznak nagyon erős a társulata, állandóan fejlődik és nagyon erős. Nagyon fontos az, hogy olyan tevékenységek, amelyek a korábbi nemzeti színházakban egyáltalán nem voltak, vagy részben nem voltak, azok most mind beemelődtek a Nemzeti Színház programjába, tehát nemzetközi fesztiválok vannak, nagyon gyakoriak a külföldi vendégjátékok, megjelenik minden egyes új bemutatóról a szövegkönyv, tehát egy találkozás színhelye lett a Nemzeti Színház. Úgy fogalmaznám meg, hogy bizonyos értelemben a Nemzeti Színház ma a társadalomnak a lelkiismerete Magyarországon. Ahogy ez a színház megpróbált beilleszkedni a magyar társadalomnak, kommunikálni a saját nézőjével, adni ennek a nézőnek, meghallani a nézőnek a hangját, az azt gondolom, hogy fontos. Nagyon sokféle esztétika van most itt ebben a színházban. Közönséghez is szóló darabok vannak, és azon, ami nagyon kemény darabok is vannak, amelyek kisebb közönséget bírnak el, vagy egy valamilyen válogatott közönséget. Tehát egy elég széles skálán mozog az, amit ez a színház csinál. Főiskolásként a Nemzeti Színházba kezdtem, még abban a Nemzeti Színházban, amit lebontottak, és úgy elgondoltam, hogy idősebb koromra milyen érdekes lenne, hogyha újra a Nemzeti Színházba játszhatnék. Aztán játszottam József Attila Színházban, Víg Színházban, Játékszínben, Dália Színházban, Magyar Színházban, és visszakerültem ide a Nemzeti Színházban. Nekem nagyon sokat jelent. Tulajdonképpen egy ilyen hömpölygő, bizonytalan állandóságot jelent nekem ez a színház. Összeírtam néhány mondatot, amit, hogyha szabad, akkor felolvasok. A színháznak reflektálnia kell az őt éppen körülvevő világra. Ez alól nem kivétel az a színház sem, amit nemzetinek hívnak. Csak több és nagyobb elvárásnak kell megfelelnie. Ha a gyermekektől az alternatív, kísérletező színház iránt érdeklődő egyetemistákon át, a nagy klasszikusokat kedvelő idősebb korosztályig találnak a nézők előadásokat a repertoárban, akkor ígéretes munka folyik a Nemzet Színházában. És úgy érzem, hogy mi ezt a munkát folytatjuk most már egy ideje itt a Nemzetiben. Ma mocskos voltam, de szép akarok lenni. Nem maradhatok örökre mocskos. Tegnap szép voltam, és mocskos akarok lenni. Nem maradhatok örökre szép. Látogatásuk során három előadást láthatnak a Nemzeti Színházban. Pillanat, adom. Csehov három nővérét, Martin Sperr Vadászjelenetek Alsó-Bajorországból című darabját, és Tábori György Mennykámp című előadását. Most Andrej Serbánnal, Alföldi Róberttel és Rába Rolanddal készített beszélgetéseket láthatják. In order to grasp the truth of Chekhovian characters, one needs an attitude of total sincerity, of uncompromising sincerity. And this is of course an attribute of good acting. I was glad to discover that the actors at the National
were all ready to embark on this journey together and to expose, to risk something personal in order to find a fresh, new way of approaching this famous play. Tkao to Moscow is, in fact, the illusion, the beautiful lie we keep telling ourselves in order to avoid the truth of being in the moment, of living in the present time. And this painful realization should produce to all of us, actors and audience alike, a shock that is, in a way, an uplifting shock, which will make us understand Chekhov's message as a kind of example of how we should face our situation. Valami hasonló történeteket hallottam itt mostanában a különböző barátaim és egyéb hozzám közel álló emberek életében, és akkor így beúszott ez a film, és arra emlékeztem, hogy ez egy színdarab. Az is volt jó munka, mert elég hézagos a színdarab, ez most nem negatívum, hanem hogy ez nagyon szabad teret ad szerintem a rendezőnek is, meg szabad teret ad a színészeknek is, hogy ugyanismiként töltik meg ezeket a szerepeket. De hogy ami izgalmas volt benne, az az, hogy vajon működik-e. A Nemzeti Színháznak 3 játszóhelye is van, de mégis a festőműhelyt választottad. Ráadásul egy érdekes közegben, mert a nézők körül és között játszódik az előadás. Miért fontos ez? Hát azért, hogy minimálisan lehessen csökkenteni a dolognak azt gondolom a teatralitását. Tehát, hogy minél inkább úgy lehessen érezni, hogy valóban ez egy ilyen nagyon hétköznap és egyszerű történet. Másrészről ugye a téma pikánsos jellege miatt, ezért azt gondoltam, hogy ez is jelzi azt, hogy ez nem egy olyan klasszikus értelemben vett színházi előadás lesz, vagy téma, mint amilyet pár ember elvár a Nemzeti Színháztól. A szövegében azt tetszett, hogy nem tudtam eldönteni, mikor viccel az író, Tábori György, és mikor komoly. És persze próbáltam ezt megfejteni, de aztán rájöttem, hogy nem is kell, hanem valahogy figyelni kell a szöveget, ahogy így történetek így egymás után így jönnek, és valahogy a humora, azt tetszett nagyon, az a kegyetlen humora. Keresgélés egyik alappillére az improvizáció. Ez szerinted mennyiben befolyásolja a színészek játékát? Én inkább ezt az improvizációt úgy hívnám, hogy ez maga a játék. Tehát, hogy mindig van egy helyzet, mondjuk a Mein Kampf esetében annyi ilyen játékos helyzetet dobott fel az író, itt tudom én például, az nagyon tetszett az a rész, amikor írta, hogy kergetőznek burlesk stílusban. Na most ebben itt lehet ez az improvizáció, vagy ez a játék, hogy mi lehet ez? Ugye? Tehát nem csak az, hogy improvizáljatok, amit akartok, hanem mondjuk ezt a kergetőzést, egy fogocskát, és akkor arra mindenféle dolgot lehet nézni ugye a neten, vagy volt egy ilyen, hogy a Hitler szereplő ugye rosszul van, és akkor írta, és hogy mert hogy vért hány, és akkor zárójelbe írta, hogy mindent köp, csak vért nem. Na most erre lehet improvizálni, hogy akkor mi az a minden? Tehát, hogy én itt szeretem ezt tulajdonképpen, hogy ilyen irányított improvizáció, és ezért azt gondolom, hogy felszabadítja a színészt. Ugye én is elsősorban színész lennék, és engem, amikor ilyen helyzetekbe kerültem, mindig felszabadított. A színház, ami halad a korral. Tehát, ami nem a 18. századi embereknek játszik, nem a 22. századi, még meg nem született embereknek játszik, hanem a 21. században, jelen esetben 2011-ben élő embereknek. Itt olyan emberekkel találkoztam, akik bátrak arra, hogy arról az emberről beszéljenek, aki ma él, akik mi vagyunk. Nehéz bármit mondani a Nemzeti Színházról, hogy nekem mit jelent.
mert minden közhelyesnek tűnik, úgyhogy szerintem mondjuk a legközhelyesebbet nekem a Nemzeti Színház most jelen pillanatban maga az élet. Ha beomlanak a bányát vázazó oszlopok, a kincset azért a tárnák őrzik és hazlobog, és mindig újra nyitnák a bányászok az aknát, amíg a szívük dobog. Fogadja nemzeti színű mosolyomat. Ez egy karinti idézet, 7 évvel ezelőtt játszottam itt ebben a színházban, és a mai napig nem tudtam megfejteni, hogy mit is jelent. Jó, ha egy ilyen kis országnak van első számú színháza, és ezt az első számú színházat nemzeti színháznak hívják. És jó, ha ebben az első számú színházban, ebben a nemzeti színházban az ország legjobb színészei játszanak. Én azt hiszem, akik itt tagok vagyunk, mi ebben a kivételes helyzetben vagyunk. Ez nekem külön öröm és sokat jelent. Most magam vagyok. Homi, gazember, sporrabb vagyok én. Nem szörnyűség ez? Lám, ez színész. Csak költeményben. Álom indulatban egy eszmeképez úgy hozzátörű lelkét, hogy szinte elsápad. Könnyű szemébe. Rémületvonás is egész valója kíséri képzetét. Hello, szia! Igen, megyek. Megtanultam, persze. Jó. Köszönjük, hogy ellátogattak hozzánk. Érezzék jól magukat. Viszontlátásra! Na! Ahó! Valaki! Szedjetek már le!